1992-ben új lehetőségek nyíltak az egyházközség előtt is. Egy alapítványt hozott létre, ez a Munkás Szent József Alapítvány, azzal a céllal, hogy közösségi házat építsen. Az építkezés 1995-ben fejeződött be, akkor áldotta meg az új házat Paskai Bíboros atya. Nem csak hitéleti célokra használják a közösségi házat, hanem nagyon-nagyon sokszor civilek is megkapják. A Vekelei Társaskör minden olyan rendezvényen, ahol nagyobb lélekszámú hallgatóságra számít, mindig, szinte minden alkalommal megkapja, amennyiben szabad. A telep állami költségen épült, és így a pénzügyminisztérium, mint az állam képviselője tulajdonában volt. Mind a lakások, mind pedig az üzlethelyiségek bérlemények voltak. Itt senki nem volt tulajdonos, egyedül az állam. Egy ilyen gondnoki lakóház egyébként, amely egy orvosi lakóháznak a típusa van átalakítva, Győri Otmár saját családjának igényei szerint alakított át, megfigyelhető egy földszintes munkáslakás vagy munkásház rendjében, hogy nem illeszkedik. A telep, amely ugyan Kispest városához tartozott, teljesen önellátó volt. Ma azt mondanánk, hogy a logisztikáját Győri Otmár teremtette meg. Négy alközponthoz tartozik egy-egy ilyen iskola, egy oktatási tömb. Egy oktatási tömb magába foglalja az óvodát, az igazgatói vagy tanítói épületet, amelyben a tanítómester, igazgatómester lakott, illetve maga a kétszintes iskola. Itt lakik Somogyvári Rudolf filmrendező a második emeleten, aki korábban filmet is készített Vekerléről, most pedig éppen egy újat készít ugyanerről. De a földszinten lakik például Gervai Mária csipkeverő művész, és mint már említettük, számos egyéb művész is lakik itt a telepen. Ez, hogy négy iskola épült, ez az is tükrözi, hogy amiről még nem beszéltünk, hogy közel 20 ezer ember élt Vekerlén, és igenis igény volt erre a négy iskolára, hogy ezek minél előbb megépülhessenek, így az első már 1911-ben megépült, ami mellett most állunk az Erkel Ferenc Általános Iskola idén ünnepi szintén a centenáriumát. Ugye a pénzügyminisztérium onnan valahonnan a belvárosban alig ha láthatta, hogy mi történik itt, és ezért egy gondnokot neveztek ki, méghozzá azt a gondnokot, aki megtervezte a telep utca hálózatát. A 80-as évek végén még az utolsó tanácselnök, a Kóskároly térnek, akkor még Petőfi térnek hívták, a tetőtereit beépítette, illetve ennek csak az egyik fronton, és azt kifejezetten művészlakásoknak alakította ki. Tehát így eleve 6-8 művész került Vekelletelepre, aki azt hiszem, hogy a jelenlétük vonzott más művészeket is ide, ugye ezt lenni szokott. Amikor a telep rendezése, a telep helyszínek rendezése történt, akkor egyszer csak találtak néhány romot, és ezeknek a romoknak az egyike egy szőlőindákat tartalmazó kő. Ezt a követ félretették, és az később itt megépítendő háznak a falába beletették, és ez áll rajta, hogy régen templom állt a helyen, romjaiból való e kő.